2008. novemberében történt meg a cigándi árvízvédelmi tározó műszaki átadása. Azóta próba üzem alatt áll, úgynevezett ideiglenes üzemeltetési leírás és üzemeltetési szabályzat alapján. Ez, ez alatt az idő alatt fontos feladatokat ró az üzemeltetőre, azaz az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra. Még kíváncsiak vagyunk a, a tározó, de elsősorban magának a beeresztő műtárgynak a működésére, a viselkedésére, hiszen ez a beeresztő műtárgy szerves részét képezi a jelenlegi árvízvédelmi rendszerünknek, és a műtárgy átadása óta ilyen magas vizálás a műtágy környezetében még nem volt. Pillanatnyilag közel 6 méteres, a legmélyebb ponthoz viszonyítva, közel 6 méteres vízoszlopot tart a műtány, tehát a táblák, a szegmens táblák, sík táblák már víznyomást kapnak, és szeretnénk megvizsgálni, hogy hogy reagálnak. A szakemberek a helyszíni szemle során megállapították, eddig minden a szabványoknak megfelelően működik. Laki József szakaszmérnökség vezető szerint a tározó már önmagában is egy kuriózum, hiszen szabályozott keretek között lehet a tisza vizét beengedni egy vízhelyzet esetén. Igyekszünk minden ilyen lehetőséget megragadni, ami, ami most is adódott, hogy hogyan. Ö, ö, hogyan ö, Viselkedik a, a, a maga a műtárgy. Például egy történelmi reggel 8 órakor szóltak, hogy a, a mentett oldalon a, a, a műtárgy alatti szivárgást jelző kutak elkezdtek reagálni, azaz a műtárgy alatt is, hogy így mondjam, megindult az élet. Már ilyen víznyomásnál ennyi víz. Ez egy műszaki érdegesség, ami, amit igyekszünk a ránk a rendelkezésre álló rövid időt nagyon gyorsan minden milyen célra felhasználni. A védmű adott esetben 530 köbméter vizet tud beengedni a tározóba másodpercenként, ami a Tisza vízhozamának egy harmadát jelenti, tette hozzá Laki József. Elmondása szerint éppen azért fontos az, hogy a műtárgy és a víztározó minden tulajdonságával tisztában legyenek, hogy egy vészhelyzet esetén ne érhesse meglepetés a szakembereket.